Műsorunkban láthatják Extrémbrass 5.0. Augusztus 10-én Tápió Bicskén ismét rajthoz álltak az extrém sport kedvelői. A legtöbben a 8 kilométeres távot teljesítették, a bicskemény pályán a legedzettebbek indultak. A feleségcipelő versenyen 36 pár mért összetudását. Tóhalmási strand. A felújított Tóhalmási Szent András gyógyvizes strand népszerű a Tápió vidéken. A gyógykezelések sok páciensnek nyújtanak lehetőséget a gyógyulásra, valamint a szálláshely is egész évben várja a vendégeit. Tápió Bicske, augusztus 20. Tápió Bicskén a Szent István Parkban az államalapítás és az államalapító Szent István király emlékének nemzeti ünnepén, a Szent Misén és az új kenyér megszegésén túl átadták a helyi elismeréseket. Köszöntöm Önöket, a Tápió Plusz magazin 11. évfolyamának 17. adását látják, Verocki József vagyok. Műsorunk első részében a Tápió Bicskén augusztus 10-én megrendezett Extrémrás 5.0 verseny összefoglalóját mutatjuk meg. Az Extrémrás 5.0 egy igazi kemény versenyt ígért, terepfutással, akadályokkal, erdőben, hegyen, völgyön, mezőkön, sárban, vízben, dagonyában. Az erősebbeknek a bicskemény pálya adta az igazi kihívást, amely egy katonai kiképző pálya nehézségeit állította a versenyzők elé. És talán a leglátványosabb a feleségcipelő verseny volt, amin idén 36 pár állt rajthoz. A szervezők ebben az évben is mindent megtettek a versenyzők biztonságáért, minden sportoló időmérése is a verseny tisztaságát erősítette. Nem maradt el a község részéről a vendéglátás sem, hatalmas üsben főtt a székely káposzta. Ebben az évben pedig habparti és élő koncert is színesítette az eseményt. Hello, nice to meet you. This is your second time here, if I'm incorrect. How did you feel? It's our second time in Tapio Bicske. We feel great, you know. Last year we won. This year we won also, but it was harder than last year because we had stronger opponents. But anyways, the weather was perfect. The crowd was cheering, you know. Much more couples competed here, so we feel fantastic. That's great, thank you. Last year you won. What about in this year? This year we won. This year we came here to one, goal to do the track record. And we succeeded. Last year we made 59 seconds. This year we made 54, so we are very happy about that. Yeah, congratulations. Are you planning coming again
in the next year? Maybe. Maybe, we don't know. The goal was this year to win national championships, world championships, and Tapio Bicske championship. And we won all these three races, and we still don't know what about next year, you know, but we will see, because the organizers already invited us for the next year competition, but we will discuss with my wife and we will tell them the maybe. Yeah, maybe. Yeah, thank you very much. Congratulations. Bye. Ötödik alkalommal Extrém Rush, és itt Tápió Bicskén, akkor amikor eldöntötték, azt mondta, hogy ez ki fogja forni magát, és egyre többen lesznek. És azt látom, hogy a mai nap azért már-már sokkal többen vannak, mint tavaly. Én azt gondolom, hogy igen. Kicsit a helyek még azért többen kijöhettek volna. Lehet, hogy a nagy meleg, azt látom, hogy azt tapasztalom, hogy ez mindig visszafogja őket egy kicsit, de az ország minden részéből jöttek. Most beszéltem például a pécsi emberek, akik eljöttek, és azt mondták, hogy szenzációs volt, mind a pálya, mind a hangulat. Úgyhogy én nagyon bizakodó vagyok, hogy ez folyamatosan fejlődni fog. Úgyhogy nagyon boldog vagyok. Bemutatják a települést, és viszi a település hírértékét, a hírét. Ez az esemény, az Extrém Rush, és a település több pontja is bekapcsolódik ilyenkor, ezen a napon. A pálya kijelölés, hogy történt az idén, és milyen pályaelemek voltak, hogyha erről tudna valamit mondani?
Voltak különböző akadályok, tehát nehézségi fokozatoktól függően volt könnyebb és nehezebb, volt, amikor egy kötélhácson kellett átmenni, volt, hogy a tápjon kellett átgázolni, volt, amikor egy hatalmas árokban kellett menni, volt, hogy fel kellett menni egy kilátóba, tehát nagyon változatos volt, hogy erdőben mentek, volt, hogy a prérin szinte, tehát az a visszajelzés annyira változatos, és annyira ezáltal érdekes volt a futam, hogy szinte csak pozitív visszajelzést kaptunk, hogy maga 8-9 km hosszú táv, az nagyon élvezetes volt ez miatt, hogy minden pillanatban figyelni kellett, hogy jaj, most merre kell menni, mit kell csinálni. Úgyhogy ennek nagyon örülök. Sokat agyalunk ilyenkor, hogy mégis merre menjen, hogy menjen a nyomvonal. Próbálunk mindig kicsit változtatni rajta, hogy ne legyen unalmas, hogyha valaki mindig visszatér. De azt gondolom, hogy ennek próbálunk, és most meg is tudtunk felelni ennek a követelménynek. Olyan arcokkal is találkoztam ezeken a pontokon, akik ismerősek voltak számomra. Ez azt jelenti, hogy azért a településről a megmozdítható fiatalok ilyenkor besegítenek. Igen, most nagyon sok fiatal jött. Nagy részt a láptalanok azok, akik ilyenkor mindig bevethetők, de van egy komoly baráti társaság, akik szólunk, mindig nagyon szívesen jönnek. Egyébként még idősebbek is jönnek, akik mindig szoktak segíteni. Például van a kilátóban van egy harang, azt az egyik helyi öntőmester adományozza, mindig ő teszi föl, nagy szakértelemmel, azt meg kell kongatni, és akkor mehet csak tovább a versenyző. Tehát vannak ilyen kis apróságok, és azt gondolom, hogy igen, a falu lakói is részt vesznek ebben, hál' Istennek. És talán a nap szenzációja mindig a feleségcipelő verseny. Igen, annak idén, amikor belevágtunk ebbe az ötletnek a megvalósításába, én sem gondoltam volna, hogy pont ez lesz az, ami leginkább behúzza az embereket, a látogatókat, de úgy látszik, ez annyira unikum Magyarországon, hogy ez jósult el, és egyre több az induló is, és egyre több a kíváncsi ember is, aki ez miatt jön, hogy a férfiak hogy bosszulják meg a hétköznapi kis apró sérelmeiket, mert az, hogy megmerégetik az asszonyokat a pocsolyákban, az biztos. És itt voltak a litvánok, az imént készítettünk ugye interjút velük is, ők második alkalommal jöttek el, és mind a kétszer meg is nyerték a futamot, illetve magát az egész feleségcipelő versenyt. Igen, én nem gondoltam volna, hogy van olyan ember, aki erre teszi fel az életét, ők ennek élnek, tehát ők mondjuk egyéb elmennek 3-4 verseny maximum, hogy mindig formában legyen. Tehát ő azt mondta, hogy csak akkor megy el egy versenyre, biztos abban, hogy megnyerheti. Tehát csak, hogy olyan felkészültség állapotban van, és ez nagyon büszkeséggel tölt el, hogy Magyarországot most már rendszeresen választja. Nem sokára megkapom a választ, hogy jövőre újra eljönnek-e. Most éppen Morfondi az, aki rajta, meglátjuk, kíváncsi vagyok nagyon. Kicsit sajnálom, hogy nem törtünk borsot az orra rá, mi magyarok, de ez van, hát tényleg nagyon jók, tehát ők ennek élnek, tehát mindenhova a világon, ahol látják, hogy van ilyen verseny, akkor elmennek fel, és hogy egyébként jövünk fel, mert azt hiszem 40 páros volt a világbajnokság, vagy 40x, nem tudom, még már lassan 40 páros, most 36 páros volt, úgy tudom, úgyhogy pár év is itt lesz a világbajnokság, ha így haladunk, úgyhogy remélem. A kilónak megfelelő liter sört kap az első helyezett, tehát a hölgy, amilyen súlyú. Nem okozhat ez gondot, mondjuk esetleg, ha haza szeretnék vinni ezt a mennyiségű sört? Megisszuk helyben. Csak viccel, nem hiszem, hogy ez a legnagyobb gond. Autóval jöttek, úgyhogy az autó elbír mindent. Úgyhogy... Már csak átengedik a határon. Szerintem megoldják. Viccet félretéve, az ön kedvence és az ön által megálmodott Bics kemény pálya, ez egy katonai pálya, amely azért én azt gondolom reggeltől, akár most már itt a kora délutáni órákig is folyamatosan foglalt, a pályán 3-4 versenyző is van párhuzamosan egyszerre. Igen, nagyon örülök, hogy ilyen népszerű. Nem gondoltam, hogy azt gondolom, valamilyen szinten itt Pest megyében főleg hiánypótló, itt nem nagyon tudok hasonló pályát, és nagyon jönnek egyre többen keresnek, hogy szeretnének gyakorolni rajta, mert jövőre is vissza akarnak jönni. Úgyhogy én nagyon remélem, hogy elér ez, el fog érni a méltó helyét ebben a versenyben. Vannak, akik még szerintem nem tudják, hogy mire vállalkoznak. Ez egy nagyon karos, nagyon szuszogós pálya. Láttam olyan versenyt, aki kihagyott vagy 7 számot, mert hogy ezt úgyse tudja megcsinálni. Viszont van nagyon felkészült, aki azt mondta, nagyon jó időt ment, nagyon komolyan, tavaly is itt volt már, készült, nagyon meg akarja nyerni. A tavalyi második helyezett, a most nagyon készül. Megvárja, hogy mindenki lemegy, és tudnak, hogy a legjobb időt, mert nagyon fogadkozik, hogy én most megnyerjük. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi lesz az eredmény. Persze, aki kivárta a kora délutánt, azért itt a nagy hőség azért negatív tényező tud lenni.
Így van, de tűzoltókkal locsoljuk őket rendesen, tehát hogy nincs ilyen gond. Az elmúlt évben volt egy ígérete, vagy legalábbis beszélgettünk róla, és nem biztos, hogy kamera előtt, de most akkor felfedem, ha nem kamera előtt volt ez. Mégpedig az, hogy az idén a feleségével elindulnak a feleségcipelőn, ez nem valósult meg? Kamara előtt ígértem én ezt meg szerintem, rutintalan voltam. Ilyenkor mondják, hogy na, politikus le. Nem indultunk el, egyrészt annyi munka van nem vele a szervezéssel, a feleségem is beállt, tehát ő az, aki a regisztrációt végzi. Én egyfolytában kérdezgetnek, mint hogy ez hol van, az hol van, itt kell csinálni, stb. Még kell egy kis pár, egy-két év szerint, hogy beálljon minden, és akkor szerintem végre mi is tudunk majd nem csak a szervezési oldalon állni, hanem a versenyzőik oldalán is, remélem, hogy én a katonai is egyszer szeretnék elindulni nagyon. Most fogadást kötöttem a Márkkal, a tavalyi győztes futóval, meg idén is megnyerte utalom, hogyha most a katonai pályán megy 3.45-öt, 45 alatt, akkor jövőre indulok, és akkor versenyzünk egy jót. Megint ígértem valamit, megint nem kellett volna lehet kamerában. De most lerögzítettük. Viszont vannak kiegészítő programok. A háttérben egy zenekar muzsikál, itt a másik oldalunkon a nagy zörgés a hab készítő berendezésnek a hangját hallhatják esetleg a nézők. Úgy érzik, hogy egy kicsit többet kell adni, hogy még többen kilátogassanak erre az eseményre, mint látogatók? Egyrészt, meg amit az előbb említettem, hogy nem akarunk unalmasak lenni, tehát mindig akarunk egy kis plusz beletenni. Ezek nem nagy dolgok, a zenekar ingyen eljött, aki a habparti is minimális költségbe került. Tehát, hogy azt gondolom, hogy ezek egy olyan kis plusz dolgok, hát a gyerekeseket jobban megmozdítjuk, hát a zenekedvelőket. Tehát, hogy minél több lábon állunk, annál jobb szerintem. Ennyi csak az oka. És hát mindenki megéhezik egy ekkora futam után, egy nagy, úgymond fehér sátorban elég sok padot látok, asztalokkal megterítve, és hát káposztás ételt főzött Vér János és baráti társasága. Így van, a szokásos székelykáposzta, az a legolcsóbb, meg nagyon általában közkedvelt étel. Igen, ez egy kis figyelmesség. Itt vannak egész délelőtt az emberek, fizetnek valamennyi pénzt azért, hogy elindulhassanak ezen a versenyen. Azt gondolom, egy minimum egy tál étel jár mindenkinek, úgyhogy egy kis figyelmesség, csak ennyi. Lassan vége van ennek a mai napnak, ha össze kellene foglalni, én azt gondolom nem lehet mást mondani, mint az, hogy nagyon nagy siker a mai rendezvény is, de ezt az ön szájából szeretném hallani. Én elfogult vagyok, de én is azt mondom, hogy igen. Én nagyon boldog vagyok, egyrészt nagyon sok a résztvevők száma miatt. Egy kis hiányérzetem van, hogy a helyiek többen kijöhettek volna, de alapvetően nagyon sokan voltak. Tehát, hogy az ország minden részéből jöttek. Külföldről is jöttek, úgyhogy én alapvetően azt gondolom, hogy nagyon jó évet zártunk meg, én nagyon jó esemény volt. Csak mosolygós embereket láttam, én boldog vagyok. Mondhatnánk, hogy vége a napnak, ez már az ötödik itt Tápióbicskén, és hát állandó vendége vagy a rendezvénynek. Hát igen, úgyhogy nagyon szépen köszönöm a szervezőknek, hogy mindig jöhettek és itt lettek a családommal. Ugye idén is a kisfiam is teljesítette az 5 kilométert, én mind a 4-et teljesítettem, és hogyha sejtéseim nem csalnak, akkor a 8 kilométeresen javítottam több mint 4 percet a tavihoz képest, úgyhogy bementem 1 óra alá, és a katonain is javítani tudtam. Úgyhogy fantasztikus, nagyon jó érzés. Én mindig önmagammal versenyzek, mindig nézem, hogy mennyi volt a múlt évi időeredményem, és azt próbálom felülmúlni. Elég sokan voltak a mai napon versenyzők is, és talán látogatók is. Te aztán pontosan tudod, hogy fejlődik ám ez a rendezvény. Ő nagyon is fejlődik, és nagyon jól szervezik meg ezt a rendezvényt. Minden évben újdonságokkal találkozhatunk, pályák át vannak alakítva, úgyhogy mindig van bent valami csavar. Ugye idén habparti volt a gyerekeknek, most egy élő koncert megy, úgyhogy nagyon hangulatos, nagyon családi az egész, úgyhogy én csak ajánlani tudom mindenkinek. Habár azt mondtad, hogy nagyon ne beszéljünk róla, de hát meghúzódott a lábad, begörcsölt a lábad, most mész a masszörhöz, azért megpróbálják még ezt is kihúzni belőled. Igen, most egy kicsit kezelésbe vetettem magamat. Hát ilyenkor ez természetes szerintem az, hogy most mind a 4 futamot teljesítettem. Nekem ez a kihívás, hogy mind a 4 pályát meg tudjam csinálni. Úgyhogy ez idén is sikerült, úgyhogy ajánlani tudom mindenkinek, gyertek minél többen, és győzzétek le önmagatokat!
jöjjünk egy kicsit a kezekkel. És ha már így összeütitek a kezeteket, hadd mutassam be nektek a basszusgitárnál Kajtár Tamás! Magic, magic, A folytatásban ellátogatunk a Toalmási Szent András gyógyvizes strandra, ahol a nyári strandszezonról beszélgettünk, valamint összefoglalót láthatnak Tápió Bicske augusztus 20-ai ünnepségéről. Tartsanak velünk!